Megduplázódott a teherforgalmi terminál kapacitása a Horgos egy autópálya határát kelő Szerbiából kilépő oldalán, írta dr. Pásztor Bálint Facebook oldalán. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke bejegyzésében hangsúlyozta, tarthatatlan állapotok közepette vesztegeltek órákat, sőt napokat, hosszú kilométeres sorokban a kamionok. Ennek azonban vége. A határátkelő teherforgalmi területén ugyanis befejeződtek a munkálatok, és ma átadták rendeltetésének. Kétnapos látogatásra érkezett Szerbiába Kövér László, akit elsőként Szabadkán, a Vajdasági Magyar Szövetség székházában látnak vendégül most, kora este. A Magyar Országgyűlés elnöke hivatalos látogatása keretében holnap tárgyalásokat folytat a fővárosban az állam vezetőivel, továbbá a VMS frakciójának tagjaival is találkozik a köztársasági parlament épületében. Energiabiztonság, gyorsabb határátlépés, fejlett vasúti összeköttetés. Ezek voltak a fő témái a Magyar-Szerb Gazdasági Vegyes Bizottság mai ülésének, melyet Budapesten tartottak. Elhangzott, hogy a kétoldalú együttműködés nem csak szócséplés vagy kommunikációs panel, hanem igazi sikertörténet. Már felvehető az influenza elleni védőoltás a szerbiai egészségházakban. Az illetékesek elmondták, két típus oltóanyag áll rendelkezésre, a mennyiség pedig megfelelő. Az influenza elleni vakcina március végéig vehető fel, az orvosok azonban azt javasolják, hogy aki igényli, minél előbb jelentkezzen.